Egy edzőtábor a kemény, hajtós edzésekről és meccsekről szól, de ugyanilyen fontos, hogy ezek között a játékosok megfelelően feltöltődjenek és kikapcsoljanak. Két légiósunk szabadidőben is szívesen mozog és játszik, így a Bad Heringi Hotel adottságait kihasználva egy háromkörös megméretetésre invitáltuk labdarúgóinkat. Az első a pingpong. Áldás csatában 10-10-es egyenlő állásnál két pontos különbséget kellett kialakítani ahhoz, hogy meglegyen a győztes. Végül ukrán középpályásunk húzta be az első kört 12-10-re. We play before with against Alex and... Többször is pingpongoztunk már Alexel, mindig jól szórakozunk közben. Ez egy jó megmérettetés volt nekünk, mindketten szeretjük ezt. Szerintem hasonló stílusban játszunk, most én veszítettem, de legközelebb lehet már máshogy lesz. Az edzőtáborban lehet, mindig pingpongozunk, mert ez a kedvencünk. Innen akármi is történik, a legfontosabb nekem, hogy a pingpongot én nyertem. A biliárd valamivel rövidebbre sikeredett, hiszen Zsukkov idő előtt lelökte a fekete golyót, így Sinjevics kiegyenlítette az állást. Otthon Fehér Oroszországban sokszor játszottam ilyet, bár ott inkább az orosz biliárd a népszerű, az kicsit más, mint ez. Ebben nem vagyok olyan jó, ezért kaptam ki. A mindent eldöntő csocsó párharc is gyorsan eldőlt, hiszen a 10 rendelkezésre álló labdával Sinjevics 6-ot belőtt, így 3-ból 2 csatát ő nyert meg. Alex először játszott ilyet, nekem talán ez volt az 5. alkalom. Én azt szeretem, mikor folyamatosan mozgásban vagyok, ez pedig nem olyan. Nem könnyű játék. Nikolaj azért győzhetett le benne, mivel a gyerekeivel már biztos játszott ilyet. Children. A győztes kilététől függetlenül egy dolog biztos, hogy ez a kis versengés semmit sem rontott játékosaink barátságán. Mikor a Ferencvároshoz igazoltam, mindenki segített nekem a beilleszkedésemben, és most ugyanez a helyzet Alexal is. Nem csak azok segítettek, akik oroszul beszélnek, hanem a magyarok is, a többi légiós, az összes edző, de kiemelném még Leandrót is. Remek emberek dolgoznak itt, mindig jól érezzük magunkat, nagyszerű ehhez a közösséghez tartozni. Easy, speak to everybody.